Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette, Bizony bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem. Erre a tanítványok tanácstalanul, tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki, kérdezd meg, kiről beszél. Ő Jézushoz fordult, és megkérdezte, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel bemártotta a falatot a tálba, és karióti júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt beleszállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki, amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy mivel Judásnál volt a pénz, Jézus megbízta, vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen. Mások pedig azt gondolták, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Judás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. Judás távozása után Jézus ezeket mondta: Most dicsült meg az emberfia és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek, keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre Simon Péter megkérdezte, Uram, hová mégy? Jézus így válaszolt, ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Péter azonban erősködött, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted. Jézus ezt felelte neki, életedet adod értem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai evangéliumban, amelyet Szent János evangélistától hallottunk, az Úr Jézus fölkészíti tanítványait arra a közel jövőben végbe menő üdvtörténeti eseményre, amely nem lesz kellemes számukra sem. Van köztük áruló, mármint a tanítványok között, Judás szemében, aztán ott vannak közöttük a gyávák is, a félénkek, hiszen bármennyire erősködik Péter, hogy akár az életemet is odaadom, érted? Azt mondja az Úr Jézus neki, életedet adod, értem, mielőtt a kakas megszólal, háromszor is megtagadsz engem. És mégis, bármennyire félénk és gyáva volt Péter, mégis megerősítette Pétert, Krisztus isteni szeretete abba a bizalomba, amely minden emberi gyöngeséget felülmúló isteni irgalmas szeretetnek a megtapasztalását jelenti. Ha Judás engedte volna, hogy ez az isteni irgalmas szeretet az ő szívében is tapasztalattá legyen, akkor bizonyára nem tudta volna az Úr Jézust elárulni. Tehát nem igaz az, hogy Judás eleve az árulásra volt predestinálva. Nem. Ahogy Judásnak is és minden embernek nekem is, neked is mindnyáinak föl van kínálva a lehetőség a kegyelem befogadására és megélésére, mert Isten szabad akaratot adott nekünk. De ez a szabad akarat megint nem azt jelenti. Ami sokszor félreértve az ember elképzel a szabadságról, hogy hát az nem más jelent, mint választási lehetőséget, képességet a jó és a rossz között nem, többet jelent. A mi szabad akaratunk, amely abszolút Istentől való képesség az Istenre, egyedül Isten az embertette tette képessé önmagára, és hogyha ezzel a képességünkkel torzulásmentes, Torzulásmentesen nem visszaélünk, hanem élünk, akkor nem választani kell, hanem elfogadni kell azt az Isteni üdvözítő akaratot Krisztusban szent lelk amely azért jön, hogy az ő életét, vagyis az életteljességét adja nekünk ajándékba. Amen.